Kaposszegcső 2019. októberében új polgármestert választott. Vadáci Csiba Zsuzsanna a polgármesteri kampányában programpontokat fogalmazott meg. Ennek mentén értékelte az elmúlt egy év beruházásait. Tehát az első ez az együtt a rendezett településért volt. Nyilvánvaló, hogy ezért sokat kell dolgozni, meg eddig is sokat kellett. Azért jó alapokat kaptunk azért Kaposszegcső tekintetében minden területen. De az, hogy együtt a rendezett településért, ez miben nyilvánul meg? Ugye most nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nyert a Kossuth-Lajos utcának a pályázata, ez a Magyar Falu program keretében. Most gyakorlatilag már látszik, hogy a patkázásokat és az árkokat el is kezdték ennek keretében csinálni, illetve egy-két héten belül ugye új burkolatot kaphat ez az utca. Aztán átadásra került még az előző testület által beadott pályázat alapján a közösségi ház. Itt már ugye abba is a pályázat írásába már részt vehettem, hála Istennek. Aztán a temetőben megcsináltuk a fehérmurvás utakat. Információs tábláink újak kerültek ki a településre, most már végre ma szóltak, hogy kész vannak a faluvége táblák, és úgyhogy holnap talán már azok is kikerülhetnek a helyére. Új közlekedési táblákat megrendeltük. Aztán Liget lakótelepen elkészült az új játszótér, ami nagyon fontos volt, hiszen rengeteg gyerek van ott, és nem volt játszóterük. Tehát múlt hétvégén még átadásra sem került, de már 18 gyerek játszott egyszerre a játszótéren. Táncsics utcai játszóteret is átfestettük, kicsit felújítottuk, ezt majd szeretnénk a jövőben továbbfejleszteni. Aztán büszkék vagyunk arra, hogy a Liget lakótelepen a leromlott házak többségét megvette egy vállalkozó Illés Károly személyében, és ővel is jó a kapcsolat, tehát igyekszünk együttműködni. Ott ő mellette, ugye ott az építkezési terület miatt le lett zárva az addig átjáró, az is elkészült a Liget lakótelepen. Aztán a Faluszépítő Egyesülettel, az együtt rendezett település érdekében elkezdtünk egy együttműködést, amit jövőre talán már itt a pandémiás időszak után tudunk is csinálni, hogy faluba, akár utcánként, akár települési szinten összefogva kicsit majd megpróbáljuk megmozgatni a lakosságot, hogy azért szépítsük közösen is a falut, és ne csak a mi embereinkre, közmunkásainkra, vagy pedig a faluszépítőkre legyen ez a feladat hárítva. A környezetvédelem is kiemelt fontosságú a település életében. Ezen a ponton belül is több kisebb-nagyobb beruházás is megvalósult, vagy kivitelezése folyamatban van. A másik programpont ugye a környezetünkért volt. Ennek keretében ugye legelső intézkedéseim egyike volt, hogy a Petőfi utca mögötti árkokat kipucoltuk, gyakorlatilag az övároknak az egyik részét is, így az eddigi nagy esőzések által elmosott részeket talán meg tudjuk menteni a nagy károktól. Nyilvánvaló, hogyha óriás özönvíz jön, akkor azzal nem tudunk mit tenni. Emellett az előző testület által elkészült tervek is elkészültek, úgyhogy ha kell, akkor ezt már tudjuk is majd folytatni. Munkakapcsolatot alakítottunk ki a Tolna megyei önkormányzaton keresztül a Zöldtárs Alapítvánnyal, akikkel gyakorlatilag klímastratégiai feladatokban tudunk majd ezen túl együtt gondolkodni. Illetve ugye a környezetünkért besorolhatom azt is, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, hogy végre nyert az a pályázatunk, ami a konyhánknak az energetikai felújítása lesz. Ezt is pár hónapon belül meg fogjuk valósítani. A fiatalok helyben tartása minden kisebb település számára fontos, ezért a legkisebbeket kiemelten támogatja Kaposszegcső önkormányzata, számukra játszóterek létesültek és újultak meg. A harmadik pont az a családokért volt. Igazából a családokért pont alatt szerettük volna, hogyha csatlakozunk a Burza Hungarikához, ez megtörtént, most már a felső oktatásban tanuló diákjaink gyakorlatilag pályázhatnak erre, most van kiírva a pályázat, gyakorlatilag szeretnénk, hogyha minél többen részt vennének ezen. Aztán a gyerekeket eddig is támogatta mindig az önkormányzat, a beiskolázásukat. Idén ugye ingyenes lett a középiskolákban is a tankönyv, hála Istennek, és ezért úgy döntöttünk, hogy nem a középiskolásoknak adunk még többet, hanem az óvodásokat is bevontuk ebbe, hiszen ugye az óvodás is, óvoda nevelési évkezdés is nagyon nagy terhet ró a gyerekeknek a családjára. Aztán elkezdtük támogatni az újszülötteket, hiszen örülünk, hogyha a Kaposszegcsőn ugye új gyermekek születnek.
Itt egy kelengye, direkt nem mondom, hogy mennyi, mert mindig csak utána tudják meg, hogy mennyi, de viszonylag szerintem magas összegű támogatásban részesülnek a gyermekek, az újszülött gyermekek. Ehhez ugye feltételek vannak, tehát kaposztektői lakosnak kell a születéskor lenni legalább az egyik szülőnek, stb. Tehát gyakorlatilag megvannak a feltételek, hogy kik kapják ezt a támogatást, mivel hogy ezzel is azt szeretnénk támogatni, hogy ide szülessenek ezek a gyermekek. A negyedik pont az a biztonságunkért. Így gyakorlatilag már elkezdtük a napelemes kandelábereket bővíteni az idei évben is a biciklis út mentén, illetve a rendőrséggel is jó a kapcsolatunk. Az Érezd jól magad programba, ugye, hát ezek lettek volna a rendezvényeink, itt kicsit szegényesek lettünk ebbe az évben, mint ahogy a világon minden település, illetve minden közösség. Addig, amíg nem volt a pandémia, ugye a Német Nemzetiségű Önkormányzattal és a Faluszépítő Egyesülettel meg volt az adventi vásár, meg volt a Mikulásváró, az óvodával együtt meg volt az óvodás bálunk, illetve a magánszervezésben meg volt a szilveszteri bál. Itt ugye gyakorlatilag mindegyiket támogattuk, meg sajátként is kezeltük. Nyilvánvaló, hogy ezek után, ugye a pandémiás időszakban nem nagyon tudtunk rendezvényeket. A közösségi házunk átadása volt az egy olyan rendezvény, amit a helyi termékfesztivállal összekötöttünk, amit szintén szűk keretekbe, de azért megcsináltuk, illetve most is lesz például az idősek napja, amit nem a hagyományos összejövő részben tartunk meg, hanem minden idős 65 év fölöttinek küldtünk is ajándékot, egy jelképes ajándékot. Aztán nyertünk a Wifi for EU pályázaton, itt bizonyos pontokon, közösségi helyeken ingyenesen használható lesz a településen a Wifi hálózat. Mindenki fél, hogy ez 5G-s, nem, ez nem 5G-s, tehát ez gyakorlatilag a rendes netnek a külső szórása. Nyári táborokat szerveztünk, eddig két hét szokott lenni most a pandémiás időszak miatt, egyrészt, hogy a szabadságolások miatt, másrészt, ugye, hogy kevesebb létszám legyen egy-egy csoportban, ezért 3 hétre terveztük, közösségszervezőnk a Zsóka ezt nagyon jól megszervezte idén is. Idén is volt a filmklubban, még lehetett, amikor lehetett ide, főleg idősebbek járnak, tehát ott mindig érzik, hogy mikor van a korlát, illetve szólunk is, hogy most lehet, most nem lehet. Együtt egy másik programpont keretében is tettünk, amit tudtunk. Megújult a településünknek a honlapja, az a www.kaposszegcső.hu. Aztán kiadásra került nagy büszkeségünkre a Kaposszegcső németül megjelent könyvnek a magyar fordítása. Itt az idősek napja alkalmával szeretnénk átadni majd Lőcz Konrád egyik írónak ezt a könyvet, hogy végre megérte azt is, hogy magyarul is a kezébe foghatja. Szoros kapcsolatot ápolunk a Német Nemzetiségű Önkormányzattal, illetve a helyi civilekkel, egyesületekkel. Vállalkozóknak most szeretnénk novemberbe tartani a nagyobb vállalkozóknak, mert rengeteg van, hála Isten, Kaposszegcsőn, nagyobb vállalkozóknak egy találkozót, amiből rendszert szeretnénk csinálni. Jó a kapcsolatunk a kistérséggel, a megyével, a környező településekkel, illetve azért távolabbiakkal is, intézményekkel napi kapcsolatunk van, amik vannak a településen. A Kaposszegcsőt és Dombovárt összekötő szakaszon található Liget lakótelep és ipari park kicsit mostoha gyermek volt eddig, ezért a polgármesterasszony programjában kiemelt szerepet kínált a település résznek. Az utolsó pont az pedig az Újjaligetben nagyszerű. Mint említettem, itt ugye a Liget lakótelepen ugye már a játszótér elkészült. Előkészítettük a sportparknak a helyét, amire ugye ígéret van, hogy ezt megvalósítják, most már csak a kivitelezésre várunk. Oda elhelyeztük a kandellábereket, és gyakorlatilag az innovációs központot elkezdtük belülről és kívülről is kicsit helyre hozni, hogy ott rendezvények valósulhassanak meg. Már volt is rendezvény, illetve hát elvileg 21-ben, hogyha már lehet, akkor lesz egy nagy zenei fesztivál, egy nagy német zenei fesztivál ott kint. Aztán Liget lakótelepet bekapcsoltuk a szúnyogirtási kataszterbe, mint kiderült, nem volt benne, illetve minden bérlakásunkban, a Liget lakótelepen van egy 28 lakásos bérházunk, minden lakásba új tűzhelye került. Ami nagyon-nagyon fontos lenne, és be is adtuk már a tankerülettel a pályázatot, és évek óta számítunk rá, az iskolának lenne a felújítása. Ugye az iskola egy új és egy régi szárnyból áll, a régi szárny már nagyon rossz állapotban van, ezt nagyon szeretnénk, hogy ebbe a legkésőbb ebbe a 4 évbe megvalósulna. Reméljük, hogy mielőbb meg lehet ezt csinálni.
illetve vannak még ilyen ehhez hasonló nagy célok, vannak nagy gazdasági célok, meglátjuk, hogy mit tudunk ebből megvalósítani, de ez még a jövő zenéje. Az elmúlt időszakot árnyékként végigkísérte a koronavírus járvány. Kaposztekcsön az önkormányzat néha kicsit szigorúbb szabályokat is hozott, mint amit a kormány előírt, a lakosság biztonsága érdekében. Ma is az a törekvés, hogy megóvják az emberek egészségét, így a településvezetés munkáját most leginkább a jövőbe tekintés jellemzi. Remélik, hogy az elmaradt rendezvényeknek jövőre már nem szab gátot semmi.